egy érdekes periódusban jött ugye a mérkőzés, ugye nekik egy sorozatterhelés, és hát más volt a fókuszban. Nekünk arra tökéletes volt, hogy meccsbe legyünk, gyakoroljunk. Nekünk nem volt más feladatunk, mint az, hogy koncentráljunk a saját tempunkra, és próbáljunk, amíg lehet mérkőzésben maradni, mellette pedig az egyéni teljesítményeket igyekezzünk felhúzni az őszintjükre, úgyhogy tulajdonképpen ez sikerült. Kapuban a Kitti szerintem jó teljesítmény nyújtott. Dani elosztotta a játékidőt, úgyhogy a terhelés szempontjából mindenképp hasznos volt. Hát persze lehettek volna sikeresebb dolgaink is, de azt gondolom, hogy az eredmény az tisztes. Jönnek azok a mérkőzések, amelyeket szeretnénk hazai pályán stabil teljesítménnyel lejátszani. Ennek első állomása az Alba-Fehérvár-Alba régió elleni mérkőzés. Még bennünk van az az idegenbeli találkozónak az emléke is, amelyet náluk elvesztettünk. Mérkőzés nagy részében azon a meccsen játszottunk szinte a legjobban ebben az évben. Jól mennek a mérkőzéseink, akkor sikerül megtartanunk ezt a szép pozíciót. Hátradőlni semmiképpen nem szabad, hiszen egy jó csapat. Én abszolút egy kiki mérkőzésre számítom. Szerintem a kapusok fognak dönteni, én azt gondolom, hogy mennyire tudjuk értékesíteni a helyzeteinket. Különösebb nyomás alatt nem kell, hogy játszunk. A Fehérvárnak azért kicsit más a helyzete. Ezt imádok is tudják. Egy kiélezett mérkőzésre készülünk, de megvannak azok a taktikai pontjaink, amelyeket ha stabilan és magabiztosan tudunk lejátszani, akkor úgy gondolom, hogy hazai pályán esélyeshez méltóan be tudjuk gyűjteni a két pontot. Fejbeni taktikai csata lesz. Nem hiszem, hogy itt az utolsó periódusban, májusban a nagy rohanás lenne a főszerepben, úgyhogy én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen taktikai csatára készülhetünk.